Kedves nézőink, előző adásunkban a vadkeletre látogattunk el, most a még vadabb kelet egy tipikus termékével, a ladával fogunk megismerkedni. Ma Balázs öcsi és Szántó Szabolcs vendégei leszünk. Gyerekkoromban kiderült, hogy nagyon vonzódom az autók és a motorok iránt. Volt is Simpsonom, azzal is már őrült módjára közlekedtem 10 évesen. Édesapámnak a Trabantjával már 2 keréken mentem 10-valahány évesen azzal is. És ezután következett a szakmunkás iskola, oda is autószerelőnek jelentkeztem. Amit elvégeztem, és 95-ben bevonultam katonának, és utána kezdődtek az autós évek. Építettünk egy 1002-es Zsigulit, de szalonversenyeken kisebb-nagyobb eredményekkel próbáltunk helytállni, és közben eljártam az Attila barátom, aki nagyon sokat segít. Ők versenyeztek akkoriban másodosztályban, nekik jártam el szervizelni, és így ismertem meg közelebbről a rally világát. És ez nekem nagyon megtetszett. És így kezdtem el utána komolyabban, már 97-ben már kocka zsigulim volt, és azzal próbálkoztunk. 98-ban első osztályban navigáltam a Sóvári Péternek 2 versenyen. És ekközben már túraversenyeken vettem részt. Ott már elég jobbak voltak a sikereink, második, harmadik helyezéseket értünk el. 99-ben följebb léptünk másodosztályba, a Percsényi Lacival. Ott értünk el pontokat, estünk, keltünk, próbálkoztunk. 2000-ben felkerültünk az első osztályba, mivel összejött annyi pontunk, hogy felkerülhessünk. És ott még igazán, ott se nagyon mentek komolyan a dolgok. És 2002 lett azt hiszem az az év, amikor már minden összeállt, úgy a csapat, és minden összejött már ott elég komolyan, már ott nagyon élveztem az autózást, és ennek meg is lett az eredménye. Miért pont Lada? A legfőbb oka, hogy nem kerül olyan sokban, mint egy gyári versenyautó. És mik a legjobb eredményeitek? Hát a tavaly és a 2002-es évben kategóriánkban másodikok lettünk a bajnokságban, 2003-ban harmadikok lettünk a bajnokságban, és még a 2003-hoz fűződik az MP-Rally, ahol megnyertük a kategóriánkat. Ezen kívül szerepeltünk még Ausztriában a Waldfilter Rallyn, ott pedig kategória harmadikok lettünk, és abszolút 18-ak. Mennyivel verted meg a komoly menőket? Hogy volt ez? Hát ott mögöttem lévő kategória társamat azt hiszem ilyen 4 perccel sikerült a verseny végére. Gratulálunk minden magyar rally rajongó nevében. Mert az ember az nagyon nehezen tudja elképzelni, hogy egy külsőleg viszonylag normális ladának tűnő autóval ilyen tempót, ilyen havas úton. Az előbb mentünk itt néhány kanyart és lélegzetelállító. Hát itt nagyon sok szerepe van a hóba a guminak. Most itt épp egy orosz gyártmányú Rally 2000 nevezetű gumival mentünk, de ettől vannak sokkal jobb téli gumik is. Általában a Hakapelita nevezetű gumit szoktuk használni, amit be lehet szögelni, és az még jobb tapadást biztosít ezen a havas, csúszós, jeges úton. Meg szeretném köszönni azoknak, akik a rally.hu-n rántették a voksukat, és hát ezt nem is tudom, hogy minek lehet ezt betudni, de szerintem a gyorsan és ahogy látványosan közlekedem a gyorsaságikon. A rallyben, mint minden másban az életben, a pénz dominál, és hihetetlen felkészült technikai csapatok segítik egy-egy autó versenyzését. Nálatok meg azt látni, hogy 3-4 barát összefog, és kőkeményen marózik azon, hogy reggelre kész legyen a gép. Igen, ez így van. Az anyagi hátteret nagyon sokat édesapám biztosítja. Ő nagyon sokat segít, mivel gépműhelyünk van, az alkatrészgyártást is mi magunknak csináljuk. Ő szerez hozzá anyagokat, ha például egy olyan minőségű anyag kell,
vagy bármi, ő ebben nagyon sokat tud segíteni. És emellett persze a barátok, akik, hogyha kell, akkor jönnek éjszaka is, és akkor rakjuk össze az autót. Vagy... Olá József vagyok, és a Service Parkban a hátsó futóművet és a fékeket szoktam ellenőrizni. Reha Istvánok, a Service Parkban bejön az autó, a jobb oldali féket és futómű felfüggesztést szoktam ellenőrizni. Takács Bandi vagyok. Tehát, hogyha a szervizorról bejön az autó, az első futómet szoktam ellenőrizni. Hogyha más különösebb probléma, megosztjuk egymás közt a munkát. Talián Sándor vagyok. Én szoktam a versenyautót szállítani minden versenyre, és besegítek a szervizbe is. Kovács Róbert vagyok. Én a motoralkatrészeket szoktam ellenőrizni. Amúgy most nagyon nagy bajban vagyok. És édesapád ki szokott veled jönni így rallizgetni? Egyszerült be mellém, és neki elég is volt ebből. Azt mondta, hogy jó, a fiam, látom, milyen gyorsan lehet ezzel váltani. Erre ennyit mondott. De úgy nagyon nagy műszaki ember. Ugye a fémiparban dolgozunk. És inkább a barátokat bemernek műni. Két dolog van el versennyel kapcsolatosan. Az egyik, amikor a maga a verseny zajlik, akkor én minden gyorsasági szakasz után fölírom a meccsinek az időket és az ellenfelek idejét. Ezt a csivel minden gyors után megbeszéljük. Szereti kommunikálni a gyorsok után valakivel. Ezt a feladatot én látom el. Hát megpróbálom néha visszafogni, mert ő mindig a maximumot akarja kihozni az autókból, de ez a verseny végére már sokszor nem kell. Amikor már vezet annyival, vagy le van maradva az előtte lévővel annyival, akkor megpróbálom visszafogni olyan szinten, hogy kímélje az autót, nehogy valami probléma legyen. A versenyeken általában ezt szokott lenni a feladatom. És a háttérben, amikor nincs verseny, akkor megpróbálom a média dolgait intézni. A honlapját szoktuk frissíteni az egyik barátommal, Kós Gyuszi barátommal. Ő készítette nagy részt ezt a honlapot, az ő kezemunkája, és ezekkel szoktam megírni a versenyeknek a történéseit, hogy mi történt Öcsivel, hogy a szurkolók tudják, hogy effektíve pontosan melyik gyorsasági szakaszon milyen problémáink voltak, és sajtónak küldök anyagokat interneten keresztül, hogy képbe legyen mindenki, hogy versenyzett, hogy milyen problémái voltak, és hogy jött össze ez az eredmény. Ez a remek eredmény, vagy effektíve, ha nem sikerült olyan jól a verseny, akkor miért így történt. Általában ezeket szoktam így intézgetni a csapaton belül. Neki a rajongótábor az nem egyszerű, van erről egy videófelvétel a Budapest Rallyn. Hát azt hiszem, hogy azt nagy pilóták is megirigyelhetik azt a rajongótábort. Hát igen, üzenőfalba az interneten nagyon sok üzenet érkezik, hát azok nem egyszerűek, azt hiszem. Ott a szurkolók szeretete nagyon kijön. De egyébként személyesen is, tehát bárhol megismerik. Ellátogatunk egy harmadosztályú versenyre, ott is. Igen, nagyon, nagyon nagy a szurkolótábor. Nagyon örülök neki, hogy egy ilyen csapatban részt vehetek, és segíthetek valami szinten. Mindenkinek egyformán fontos, hogy célba érjen a gép. Hát ez így van, mi ezzel nagyon maximalisták vagyunk. Próbálunk a legapróbb alkatrészeket is inkább átnézni verseny előtt, hogy nehogy valami probléma legyen. Mert mindig így sikerült az eredményeket nekem elérni, hogy mindig célba értem, nem volt műszaki gondom, és akkor így gyűjtögettük a pontokat, és akkor így jött az évvéges eredmény. És az elmúlt évben, hogyha jól tudom, akkor összesen 3 olyan futam voltam, amit nem tudtatok célba érni. Én úgy tudom, hogy 2. 1962 Rolling Stone! Előző adásunkban szintén bemutattuk egy rövid időre Bodnár Attilát, aki a motorért felelős, és ezen a motoron is ő dolgozott, hogyha jól tudom. Igen, ő csinálta ezt a motort is. Hál' Istennek nem volt vele semmi probléma, nagyon erőteljes, és nagyon örülünk, hogy ő fogja készíteni az új motorunkat is, az új autóba. Szervusz Attila, lassan igen. Már állandó vendég vagy nálunk. Kérlek, hogy mutasd be ezt a legendás Lada motort. Miben más ez, mint egy normális ladáé? Tehát alapjában véve a motor az ránézésileg ugyanaz, mint egy utcai autóban. A módosítás az inkább bent rejlik belőle, azon kívül, hogy le van krómozva a szerepdekli. Ez csak egy ilyen külső látszat. Hát itt első nekifutásra, ami szembetűnő, az a gyújtáselosztó. Ez egy Volkswagen típusból kiszerelt gyújtáselosztó, ez egy elektronikus. Ez természetesen engedélyezett ebbe a kategóriába, ezért is használjuk, mert pontosabb a gyújtás, nincs vele semmi probléma. Itt, amit még így hirtelen rálátunk, ez a levegőszűrő, erre azért van szükség, hogy több levegőt tudjon beszívni a motor, és akkor jönnének a belső átalakítások. Figyelembe véve az, hogy eredeti jellegét a motornak meg kell tartani,
vagyis az eredeti dugattyút, hajtókart, főtengelyt, stb. Dolgokat kell felhasználni. Ezeknek a súlyát szoktuk lekönnyíteni a blokkba. A hengerfejnél használunk gyári szelepeket, átalakítjuk természetesen, ilyen könnyítgetések, polírozatások, a himbákat könnyítjük, a vezérműtengely, ebben a motoron most jelenleg egy 316 fokos Havasi Peti által legyártott Schrick vezérműtengely, de ezen az éven már megpróbálkozunk majd a 28-as vezérműtengellyel, ami ugyan rugalmatlanabb lesz a motor, de bízunk benne, hogy nagyobb teljesítményt tudunk elérni. Főleg aszfaltversenyeken szeretnénk ezt majd használni. Ez még nem a vége. Légy tagja a Sport 1 lelkes csapatának. Hívd a képernyőn látható telefonszámot, és hozzájuthatsz egy Sport 1 pólóhoz, egy Sport 1 baseball sapkához, és egy divatos Sport 1 hátizsákhoz. Kínálatunk kiskereskedelmi forgalomban nem kapható. Kizárólag e televíziós ajánlat révén rendelhető meg. Csatlakozz a Sport 1 fiatalos, lendületes csapatához. Nem ulaszd el az egyedülálló lehetőséget, rendeld meg a Sport 1 exkluzív sportkészletét. Tárcsázd a képernyőn látható számot, ügyfélszolgálatunk várja a jelentkezésed. Fergeteges házi buli szombatonként a Széchenyi kertben. Két táncparketten a kerthelyiségben és bent egyaránt buli hangulatban várunk mindenkit. Ez Budapest legnagyobb házi bulija. Születés és névnaposoknak meglepetés. Házigazda DJ Dominik. Széchenyi kerti házi buli a Városligetben. Kérsz egy sört? Nem szabad alkoholt innom ezekre a pirulákra. Jaj, ne! Doktor! Tök! Ismer olyan fickót, aki a nyelvével tud fekvő támaszozni? Nem ismerek. Akkor ezt nézze! Van jó oldala is. Végre jogosan használhatod a mozgássérült táblát parkolásnál. Áll a neked, most már akárhányszor ránézek, pornó pejheket fogok látni! Humor 1. A jókedvű televízió. Vigyázat! Kábelek terjednek! Kérje kábelszolgáltatójától, és üzenjen nekünk! Kíváncsi kedvenc csapatára úgy, hogy közben kedvenc csatornája látja önt vendégül? Avagy szívesen megnézni belülről a Sport 1 stúdióját? Netán személyesen is hozzászólna egy-egy mérkőzéshez? Nos, itt a páratlan lehetőség. Elég, ha elküld egy SMS-t, pontosabban nem biztos, hogy elég. Küldjön akár több SMS-t a 0690 62 60 62-es telefonszámra február 25-én éjfélig, és mindössze annyit írjon Sport 1. Mi pedig minden héten egy valakit vendégül látunk a szerencsés próbálkozók közül. Február 29-én 20 óra 15 perctől a Lazio Milán olasz bajnoki mérkőzésen. Eredményhirdetés csütörtökön a mai helyzetben. Küldjön SMS-t, legyen a vendégünk! Ki ne szeretné az egész telet szabadban, munka és minden gond nélkül eltölteni, mondjuk az Alpok havas lejtőinek társaságában? Ez a felvetés nyilván sokak fantáziáját megmozgatja, és a Sport 1 természetesen, mint mindenben, ebben is szeretne segíteni. A világ legjobb alpesi síelői révén szinte minden számottevő síparadicsomba eljuthatunk, és bepillantást nyerhetünk a legnépszerűbb téli sport világkupa küzdelmeibe. Téli szabadság itt a sportcsatornán hetente egyszer a Símagazin jóvoltából. Következő dolog a hengerfejbe, a csatornáknak az átalakítása, ezeknek is megvan a homboló méretük, és itt főképpen arra figyelünk, hogy a csatornának a megfelelő áramlási szögei minél kisebbek legyenek. A szívmotorokkal van hasonló munka, a karburátor azt teljes mértékben az eredeti karburátort kell meghagyni, van rajta egy regiszteres fogasív, ami intenzívebb gázadást tesz lehetővé a versenyzőnek. Maga a karburátor egy picit van tágítva, természetesen ez mind homológ méret alapján van elkészítve. A blokknál, ami elsődleges szembetűnő változás, az a motornak az illesztése. Ez azért van erre szükség, ha öcsének beszorul a lába a gázpedálhoz, begörcsöl, és nem nagyon akarja levenni, se essen szét.
Természetesen ez kell ahhoz, hogy a 8500-as fordulat az akár 5-be is tartósan tudjon motor működni. A hajtókar és a főtengely minimális súlycsökkentésen esett át, de természetesen a polírozás az, ami nagyon lényegesen betűnő változtatás rajta. Mi az, amit eredetiben meg lehet hagyni egy széria zsigából? Hát ő eredetibe, amit úgy nem jól módosítunk, az a hengerblokk, mert azt így nem lehet faricálni, de minden más az hozzányúlunk. Itt leglényegesebbek természetesen a súlycsökkentések, hogy fordulaton könnyebben mozogjon a motor. A hűtés? A hűtés, hát egy picit nagyobb hűtő van benne, de ami nagyon lényeges, az az olajhűtő. Az olajhűtőnek a csövei láthatók, hogy esetleg a 35 fokos melegve, egy murvás versenyen, amikor eleve az ember nem tud gyorsan menni esetleg, mondjuk ez öcsinél nem szembetűnő dolog, hogy nem megy gyorsan, de a merecél már kevés ahhoz, hogy a motor tényleg is hűtse, és így az olaj is segít abban, hogy a motor kibírjen egy ilyen 21 pár kilométeres gyorsági szavaszt. Mennyivel lehet megnövelni a gyári teljesítményünket? Hát ez az évi motor, ez végülis egy ilyen tavaly előtt kitalált dolog, ez egy olyan 150 lóerőre satszoltuk mérések alapján. Az ezévét szeretnénk egy olyan 160 lóerőbe megállítani. Hát minden ladás álma volt, annak idején is, az első kocsim egy 1005-ös volt, és én nagyon szerettem volna így kitépni a lelkét neki, de sikerült is. Normális kocsit munkájára tettük egy csomó szóra, hogy kell, de hát ettől függetlenül 150 lóerő az abban az időben, ez nekünk elképzelhetetlen volt. Egy nagyon nagy világ belenézni egy ilyen motorba. Öcsitől hallottuk, hogy új autó épül. Ez és az új autó között mi lesz a különbség? Motorikusan mondanám inkább, mert ez az én feladatom. Hát elsőleg a futásra külsőleg a karburátort egy picit tovább módosítjuk, ezzel jobb keverékképzést tudunk biztosítani a motornak, és kisebb fordulatszám tartományban is és nagyobban is tökéletesebben fog tudni üzemelni. A másik dolog az írható gyújtás, amit erre azért le tudtunk beszerezni. Ez azért jó, mert mint egy injektoros autónál, egy komputeres autónál hasonlóképpen tudjuk megírni a gyújtást. Teszem azt szinte fordulatonként, adjuk egy számítógép segítségével a előgyújtás szöget. A motorba, mint említettem, a 16-os helyre egy 28-as vezérműtengely fog kerülni, és ezáltal is azt reméljük, hogy erősebb lesz a motor. A blokkban igazából nagy változtatást nem lehet csinálni, mivel hogy sajnos a homolok súlyok azok kötik az embert, de egyéb más ilyen illesztési és ilyen kis kézi munkákkal még lehet növelni picit a motornak a élettartalmát is, és a teljesítményét. Ez így mennyire satszolják körülbelül a teljesítményét? Hát egy ilyen 160 lóerőt szeretném vele kihozni, ezt végül is fel fogjuk tenni egy motorfékezőpadra Csehországba, és ott szeretnénk teljes mértékben beszabályozni a motort. És ott a fékezőpadon lehetőség van arra, hogy bemérjétek a teljesítményt. Így van. Ez úgy fog menni, mint a gyári csapatoknál, hogy ezentúl akkor a kicsi autó lehet, és egy laptop és szabályozás. Hát igen, a kereteken belül természetesen, mivel hogy csak a gyújtást tudjuk állítani így, a üzemanyagellátás nem, de ez segítséget fog abban nyújtani, hogyha hidegebb verseny van, melegebb verseny, aszfalt verseny vagy motorverseny, akkor mindig más beállítást tudunk használni. Itt mechanikusan egyébként a vezetőtengelyt tudjuk még átállítani. És te jól ismered öcsének a vezetési stílusát, és szerinted ez mire lesz elég a következő évben? Hát ez elég lesz, én bízok benne, hogy hasonlóképpen, mint ebben az évben is megszerezte a kategóriába a legjobb zsigulis címet. Szerintem ezen az évben is ez még jobban elő fogja benne segíteni. Én figyeltem az arcodat, miközben vezetsz, és ilyen hiúszhoz hasonlít, ilyen teljesen átszellemülten, közel van a kormány is. Annyira tudod, hogy mit kell csinálni az autóval, ezt azért nem adtál minden gondolom. Nem, ezt saját magam, nekem így jó, így esik kézre, így esnek kézre a dolgok, és akkor mindenki, ugye kinyújtott kézzel nem lehet. Ugye a zsigulin köztudott nagyon sokat kell tekerni a kormányt, és kinyújtott kézzel nem lehet erőt átvinni a kormány. De ez a kormány egyébként ugyanaz, mint a ladákból? Igen, ez gyári, a kormányzás a gyári, fékek is teljesen gyári. Gyári fék? Igen. Csak a fék betét minősége más. Az versenyfék betét. Az internetes honlapodon nagy az élet. Szoktál rendesen válaszolni, hogy vannak emberek, akik a közönségből így megismertél már? Válaszolni csak annak szoktam, akik az e-mail címemre küld e-mailt. És nagyon sok szurkoló küld oda is, és ahogy tehetem, mindig válaszolom. Ugye a közönség, ami éltet engem teljes mértékben, ugye
ők tették ezt a közönségdíjat is a kezembe, aminek ugye nagyon örülök, és nem tudom, hogy miért szeretnek ennyire, de jövő évben is mindent meg fog tenni azért, hogy ugyanígy szeressenek. Mert nagyon jó érzés az, amikor megyek az autóval egy-egy kanyarba, és az autó behall, be lehet hallani, ugye nem kis zaj van, de be lehet hallani, ahogy kiabálnak, szurkolnak. Olyan felvétel is van, ahol az emberek térdre borulnak, és mint a imádkoznak, mint a muhamedánok, mikor elmész mellettük, hogy ütögetik a kocsi tetején. Igen, akkor engem egy olyan érzés fog el, hogy azt nem lehet megmagyarázni, hogy szinte a szívem megáll, úgy összeszorul, és ez hihetetlen. Az ember valahogy így képzeli a rally sportot, nagy kanyarokkal, hatalmas fékezésekkel, iszonyatos motorhanggal, és szerintem ezt testesíted meg a közönségnek. Hát én mondtam, mindent megpróbálok elkövetni az érdekében, hogy a nézők is ugye jól szórakozzanak, meg hogy én is jól érezzem magam az autóban, hogy nekem ugye mikor beszéljük a dolgokat, hogy jól sikerült ez a kanyar, milyen szépen elúszott, és ezért megyünk. És közben még, hogy itt eredmény is legyen, hogy gyorsak is legyünk. És a stáb tagjai is nagyon szeretnek, itt én általános szeretetet az, ahogy így elnéztük. Hát igen, nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Mibe tudnál még fejlődni? Hát ezt nem tudom megmondani. A Zsigulival már még az új autóval meglátjuk, hogy esetleg gyorsulni egy picit, hogy nem csúsztatom annyira keresztbe, de az nekem úgyse fog menni, mert mihent rámegyek a gyorsaságra, akkor onnan vége mindennek. 11 erős szigorú, és rá 200. 200-ra bukkan és 400. Bukkan és 400. 400 a jobb kettő, tő, erős, poros. Jobb kettő, erős, poros és tő. Saras. Ebből bal 11. Bal 11, 70-re sima bal. Azt lehet érezni, hogy 2-3 lépés előre gondolkodsz folyamatosan. Persze, meg ezért van a navigátor is, hogy tudjam én, ő elmondja, hogy milyen kanyarok következnek, és akkor így beugrik a fejembe, hogy a navigátor, aki művészettörténész, és jobb kettő szecessziós tezi. Szia, Szabolcs! Sziasztok! Kedves nézőink, hadd mutassak be egy gyakorló művészettörténész navigátort. Ez nagyon megragadta a figyelmünket, és tényleg ez a jobb kettő szecessziós, kicsit durva visszahátom barok, ez a műsor? Majdnem. Tehát a művészettörténet az úgy jött, hogy volt egy, hát muszáj, családom diplomás, mindenki diplomás a családomban, és megfogott. Egyszerűen a régiség mindig is érdekelt. Ez egy nagyon szép dolog. Édesanyád pedig dobtanár. Igen, zenész. A ritmus érzik innen jött. Már génektől. A rally sport szeretete meg már gyerekkorom óta. Nem is tudom, hogy hát mióta veszemet tudom, mindig érdekeltek a versenyautók. És versenyeztél is? Igen, én már régóta megyek tulajdonképpen, csak önjelölt autóversenyző voltam, és hát körülbelül 2 éve tartom magamnak már, hogy beletanultam ebbe a navigálásba. Azelőtt csak ilyen amatőr voltam. És mit érzel a zsigulis kamikáze mellett? Én inkább máshogy fogalmaznék. Olyan, hála jó Istennek, nekem megadta az élet azt, hogy nagyon jó sofőrök mellett navigálhattam. Ez teljesen más kategória, mint amikor egy nagy autóban ülsz, és nem kell annyit improvizálni, nem kell alkalmazkodni az adott gyorságikhoz. A zsigulizás is egy hatalmas iskola számomra. Egy jó pilóta mellett lehet igazán megtanulni ezt. Kell egy kisebb fajta őrültség is kell hozzá azért ide beülni, mert az első pár alkalommal azért megijed az ember. Bár belőlem ezt sajnos kihagyták, én mindig nagy örömmel ültem be, csak keresztbe menjen a kocsi. Viszont a versenyautón belül ez nem érződik. Én nem semmilyen furcsa érzést nem érzek belülről, csak azt, hogy siessünk, mert jön az út, jön a következő kanyar, és menni kell. És nem szoktad elveszteni a fejed? Nem történik meg az, hogy amikor iszonyatos tempóba hajtotok, elkezdesz fordítani, és tolja. Sajnos ez sok éven keresztül bennem volt. Próbálom ezeket kiküszöbölni, ez nem, ebben a stílusban nem lehet gyorsan menni.
próbálom magam visszafogni. Sajnos az adrenalin szint az ilyenkor eléggé megemelkedik, úgyhogy azért próbálom kell visszafogni magam én is, mert különben csak egy nagy bohóckodás lenne belülről. És ilyen tempón azért kéne azért kanyarokat is elmondani. Nagyon oda kell figyelni. A Balázs Ecsi mellett nagyon sokat tanultam. Precizitást, nyugalmat, és a gyorsaságikon a pontos és hibátlan visszaadását az itinernek. Ez egy nagyon fontos szabály, amit megtanultam mellette. Ja, meg kell egy jó pilóta, mert anélkül ez nem működik. 4 évet ment ez az autó, és utána össze lett törve. Én úgy vettem meg. Aztán pedig be lettek cserélve a törött elemek. És így szóval ez nem egy agyongyötört karosszéria. Nincs korrúzió rajta, úgyhogy elég fiatal. Ugye ez elég jó donor versenyautó. Nem sokára zuhogsz. Kedves nézőink, önök a Rallyman második adását várták. Búcsúzunk önöktől. Média partnerünk. A viszontlátásra.